mit szól a Európai Bíróság minapi döntéséhez, amiben a lengyel és a magyar kormány keresetét elutasították, vagyis a jogállamisági normák betartására kötelezték őket, és kijelentették, hogy ezek ismert normák, ezeket nem kell kitalálni. Ennek nagyon egyszerű üzenete van, vessünk véget a lopásnak. Egy hete talán kaptunk egy levelet, mármint Ajka kapott egy levelet Kásler Miklós miniszter úrtól, polgármester úrnak címezve, hogy egy ideig nem számíthatunk a fertőzőosztály felújítására. Most tegnap pedig született egy kormányhatározat, megjelent a magyar közlönyben, hogy a kormány egyetért a fertőzőosztály felújításával és bővítésével. Ez a kormányzaton belül egy bizonyos zűrzavart tükröz. Ez is csak egyszerű szemfényvesztés, semmi más, ez is csak egy kormányrendelet, amit meghoztak és vissza is lehet vonni azonnal. Ez úgy működött véleményem szerint, hogy az országgyűlési képviselők mind a 106 körzetből Orbán Viktor színe elé járultak, és megkérdeztek tőlük a miniszterelnök úr, hogy melyek azok a projektek, amiket gyorsan beleírjuk egy kormányrendeletbe, költségvetési tételt nem tudjuk mellé tenni, tehát ezt bármikor vissza is tudjuk vonni, vagy ha lesz az új kormány, majd megváltoztatja ezt, lehet, hogy meg is valósítja, hiszen eddig, ez idáig, 2022. februárjáig, ez csak ígéret maradt, 2018. február 5-én talán a jelenlegi képviselőjelöltnek az elődje egy Facebook posztban már azt megmondta, elmondta és leírta nagy elánnal, hogy 74,5 millió forint érkezett az Ajkai kórházhoz, amelyből meg tudják valósítani fertőző osztálynak a felújítását. Na most kérdezem, vagy akkor hazudtak, és nem volt meg ez a pénz, vagy az a pénz megvolt és eltűnt, és meg ezt próbálják elsimítani. Ne higgyük a szirén hangoknak. Tehát a kormányrendelet az egy papír. Mindig azt mondják, tettek kellenek a szavak helyen. Hát ott voltak elvileg tettek, egy nagy tettet felsorolnék, Ajka 1 milliárd forintot kapott az elmúlt ciklusban. Pápa 20 milliárd forintot kapott az elmúlt ciklusban. Ezek a tettek bebizonyították azt, teljesen mindegy ki a fideszes jelölt, mindig negatívan sújtják azokat a városokat, akik máshogy gondolkodnak, de nem csak a város, hanem az itt lakókat is. Ezek szirénhangok, ígérgetések, viszont én még egyszer mondom, itt élek ebbe a körzetbe, elérnek, hogyha olyan ígéret hangzik el a számból, amit nem valósítok meg az elkövetkező két évben, azt nem elmondom, és fogom megválni.